A hetek óta tartó hét újabb állomása az a Karácsony Gergely által megosztott videó, amelyen a főpolgármester egy a -Hit ZRT logójával ellátott sisakot tart a kezében, és így válaszol a tömegközlekedéssel kapcsolatos kérdésekre. A főváros vezetése azok után sem tartja szükségesnek a vizsgálóbizottság felállítását a Hídpénzbotrányban, hogy a Lánchíd felújítását végző cég a számlagyárügyben ügyben gyanúsított Vigmort cégének átutalt 1,4 milliárd forinttal összefüggés jelenleg több nyomozás is folyik. A témában Gábornak érkezett vendége. Köszönjük szépen, Paloc Andréval, a Század közéleti tudásközpont vezető elemzőjével beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm a nézőket! A vizsgálóbizottság kérdése is érdekes, kíváncsi vagyok ez a véleményére, de nézzük először magát ezt az illusztrációt, hogy ott van egy főpolgármester kezében ezzel a sapkával, egyértelműen kivehető, hogy honnan származik ez a sapka, mire utal ön szerint ez a néhány képsor? Hát mondhatnánk, hogy véletlen, de politikában nincsenek véletlenek, különösen, hogy olyan politikusról van szó, mint Karácsony Gergely, akinek tucatnál, is több tanácsadója van. Tehát, ha úgy tetszik, akkor neki igencsak sokan mondják meg, hogy egy-egy akár videójában hogyan nézzen ki, mit mondjon, és az egész milyen színben tünteti majd őt föl. Különösen ebben az ügynek a vonatkozásában, mert hogy azért van itt egy nagyon komoly korrupciós ügy, aminek a kapcsán itt egy kulcs cég az, aminek a neve fölmerült, ugye aki kivitelezte a lényegesen drágábban a láncid építését, és hogy, hogy, nem pont ennek a, a vállalatnak a sisakját szorongatja a kezében egy videóban. Ez egészen érdekes időzítés, hogyha véletlen, akkor lehet, hogy csak egy, egy, mondjuk úgy, hogy nem sikerült húzás, egy nem jól sikerült húzás, de mint azt jeleztem, ennyi kommunikációs szakembere valaki a hátam mögött, hát nehezen képzelhető, hogy véletleneket húz, inkább lehet, hogy ez egyfajta üzenet, Persze itt nem lehet tudni a bal oldalon belül kikinek épp miért üzenget, inkább talán az itt a lényeg, hogy, Karácsony Gergely egy más típusú szerepben kezd, hogyha szabad így fogalmaznom, egy új típusú hídember lenni, csak nem az a pozitív, amit mondjuk a, a, korábbi magyar filmben tapasztalhattunk, hanem ennek a teljes ellenkezője, ahelyett, hogy hidakat épített volna, láttuk, hogy inkább eltűntek itt pénzek egy felújításnál, és ahelyett, a hogy Budapesten is egyfajta könnyítést tudott volna végbevinni a közlekedésben, hát most már rendre hallgatja az ember mindenkitől, hogy ezzel kapcsolatban gondok vannak, és akkor még a korrupciós botrányok most már nem is először fordulnak meg a neve mellett. Ugye azt mondja, hogy ez egy üzenet, Igen. Ez, a, ez a képsor. Ha nem ismernénk az elmúlt hetek írásait, amelyeket az újságokban látunk, hogy milyen összefonódás van, milyen korrupcióra utaló jelek láthatók és amelyben nyomoznak a hatóságok, hogy akkor is kifogásolható lenne, hogy a Főpolgármester, mint a főváros első számú vezetője, egy közbeszerzés nyertesének a logójával ellátott sapkával pózol. Ugye, tehát, hogy akkor sem lehetne ilyen összefonódás, ha nem ismernénk egyébként azokat az újságcikkeket, amelyek azért ennél részletesebben is feltáró. Legyen világos, hogyha ha, eljátszunk ezzel a gondolat kísérlet, akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy reklámozás, tehát azt mondja, vagy azt mondja, hogy neki egy jó barátja ez a vállalat, tehát mindenképpen egy közeli, mondjuk úgy, pozícióba helyezi önmagával viszonylatban. Szerintem ezben az egész az érdekes, hogy Karácsony mindeközben nagyon zárkózott, hogyha a gyakorlati kérdésekről kérdezzük az említett a híd ZRT-vel kapcsolatban, tehát még a sisakjukat nagyon szívesen készít videót, és próbál ettől egy kicsit talán lazább politikusnak tűnni, a közben pont a, mondjuk a pénzügyi szinten a fölmerült lazasága, vagy kevésbé akurátus hozzáállása. Nos, ezzel kapcsolatban a kritikákat nem tűri, és úgy tűnik, hogy a, ahogy a felvezetőben is elhangzott, a vizsgálóbizottságot pedig nem igazán szeretné, hogy különösebben megalakuljon. Érdekes lehet egy ilyen vizsgálóbizottságnak az eredménye ön szerint? Nekem állampolgárként, egyszerű fővárosi lakosként, vagy önnek elemzőként kell ezt vizsgálni ön szerint? A vizsgálóbizottságon keresztül? Azt gondolom, hogy kell, szükséges, mind, hogy is mondjam, tárgyalni, tehát objektív szempontból, mint még azért ne felejtjük ezt, politikai szempontból is egy érdekes kérdés, hiszen most közelednek majd az önkormányzati választások, ahol, ha úgy tetszik, a választók, mindenki, aki itt él Budapesten, főpolgármester munkájáról egy véleményt alkothat is. Ha úgy tetszik, mivel ez egy igencsak nagy korrupciós ügy, hogy ennek pontosan mik voltak a részletei, és hogy ebben mennyiben és hogyan érintett adott esetben Karácsony-Gergely, ez azt gondolom, hogy politikai értelemben is egy fontos kérdés, ebben nagyon fontos, hogy a választók tisztálásonak. Ha már politikát említ, mit szól ahhoz, hogy most már az LMP is támogatja ezt a vizsgálóbizottságot? Uh, úgy tűnik, hogy az LMP talán tarthat attól, hogy az egész ellenzékre ráéghet ez a típusú korrupciós ügy, és inkább megpróbál elébe a dolognak, és azt mondja, hogy akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba, ők is mellé állnak annak a típusú kezdeményezésnek, hogy alakuljon meg ez a bizottság, Ennek örülni kell mindenképp, tehát minden olyan politikai kezdeményezés lenne az akár, baloldali vagy jobboldali, amely alapvetően mellé áll az átláthatóságnak, például itt a fővárosi korrupciós ügyekben, de azt gondolom, hogy általában véve állampolgárként ennek örülnünk kell. Amennyit most tudunk erről az ügyről, Igen. amelyet tehát főként az újságokban tudunk elolvasni, és hát majd a nyomozás eredményeit is egyre inkább megismerhetjük elképzelhetőnek tartja, hogy megvalósulhatott a főváros legfelsőbb szintjének tudta nélkül? Nagyon nehezen képzelhető el, ugye azért is, mert ekkora nagyságrendű mondjuk úgy, hogy projektnél ez igazán csak nehezen képzelhető el. A másik, ami nagyon fontos, ez nagyon fontos és szimbolikus mondjuk úgy, hogy projektje volt. Karácsony Gergelynek, tehát ebből a szempontból nagyon nehezen képzeltő el, hogy a vigyázó szemei neki és a csapatának ne lettek volna rajta az egész kivitelezésen és ezzel kapcsolatos ügyeken. És ha megnézzük a sajtó cikkeket, akkor azok egy kicsit tovább is mennek ezen a fantázián, és már arra is utalnak, hogy konkrét politikai célzattal is lehettek ezek az összegek átmozgatva az egyik cégtől a másik cégig, majd utána egy magánszemélyhez készpénzben. Ugye itt fontos, hogy addig, amíg nincs lezárva az ügy, feltételes módba beszéljünk, hiszen nyilvánvaló még folyamatban van a nyomozás, de az mindenképpen látszik, hogy itt a politika könnyen lehet, hogy nagyon magas szinten volt érintett. A fővárosi vezetés arra hivatkozik, hogy a Transparency International vizsgálta ezt az ügyletet, és rendben lévőnek találta, de hát ezzel javítani akarta a saját helyzetén, de úgy tűnik, hogy rontott, mert kiderült, hogy nem volt akreditált szaktanácsadója ehhez az ügyhöz, az említett szervezetnek. Ez miért probléma? Hát nézze, anélkül, hogy valakinek van ilyen akreditált szaktanácsadója, gyakorlatilag bárkit meg lehet kérni, ez olyan, mintha vélemény lenne, hogy szerinte rendben van. Nyilván azért létezik olyan például, hogy akreditált szaktanácsadó, hogy ő megmondhatja, tehát bizonyos olyan jogosítványokkal rendelkezik, amelyek megmondhatja, hogy bizonyos szempontrendszer szerint ez megfelelte minden kritériumnak, vagy nem. Anélkül, hogy rendelkezne például ilyen mondjuk úgy, hogy jogosítványokkal, akkor ez nem több, mint egy vélemény, amit ráadásul lehető politikai motivált is valaki. Tehát akár, nem tudom, megkérdezhetnénk a fővárosi kertészeket, vagy a postaforgalmi hivatalt, hogy kb. ugyanott lennénk. A, azt gondolom, hogy ők ráadásul jobban is értének hozzá, ne sértsük meg azokat az embereket, ők végzik a dolgukat, ellentétben azokkal, akik hagyják, hogy a fővárosban most pénzek tűnjenek el. De mire utal mégis az, hogy hivatkoznak egy, egy elemzésre, Igen. egy véleményre, amelyhez tehát nem volt meg a szaktudása az illetőnek. Hát nézze, valamilyen papírban muszáj kapaszkodnunk, mert látszik, hogy a valóság nagyon messze van attól, amit ők próbálnak föltüntetni az ügyel kapcsolatban, menekülnek az ügyelől, fizikai értelemben épp úgy, mint politikailag, ez pont azért van, mint a forró kümpi esete, próbálják eldobni maguktól, érzik, hogy egyre nagyobb a veszély ezzel kapcsolatban, különösen úgy, hogy most már a fővárosban ugye több párt is jelezte, hogy szeretné, hogy a bizottság meg alakuljon. Palóc André, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a meghívást.